keresztül a vértanúink. A föld alól, a magyar föld alól, a vértanú szent lelke föld alól. E nagy napon, hol emlékspékelenk, a búsbitókra hittel nézzetek. Hittel, reménnyel, mert most kél a nap, minden napoknál szebb és szabadabb. A nap, melyet mi vérben esre nyugodtan haltunk a ma reggelen. Szemünk nem látta, lelkünk látta csak, hisz onnan jönnek minden sugarak. Hisz onnan árad, új világ fele, szent háromságunkban jövőt teremtünk. Szabadság, minden népnek, aki él, s halni tudott egy megváltó hitér. Egyenlőség, hogy ember ne legyen, mások szabad példája becstelen. Testvériség, mely átvilágokon kéz fog kézbe, hisz mind rokon. Ó magyarok, ti élő magyarok, a halhatatlan élet úgy ragyog rátok, ha az egekbe lobogó igazság leng a lobogótokon, az igazság, mely tegnap még halott, világbírájaként föltámadott. A népek szent szövetségében ti úgy léketek, mint Kossuth népei, a föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelkei dalol. Föltámadott a tenger, a népek tengere, ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Rengésüvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra, az árbolt és vitorla, megtörve, tépve ló. Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat, elhultanak legjobbjaik a hosszú harc alatt. Kedvű finaliszti! Kívánjuk a sajtó szabadságát! Felelős minisztériumot Budán és Pesten. Lázár Kőcs, évenkénti országgyűlés Pesten. Schweiger József, törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrse. Török Ignác. Közös elviselés. Wagner György. Urbérics vagy a megszüntetése. Krécics Károly. Képviselet egyenlőség alapján. Nagy Sándor József. Nemzeti alap. Gróf Reiningen Westerburg Károly. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el.
Aurich Lajos. A politikai státuszokat szabadon bocsátassanak. Damjanics János. Unió Erdélye. Gróf Gricsei Károly. Egyenlőség. Szabadság. Testvériség. Reményik Sándor a szobor helyén. Kerestem, és megtaláltam a helyet. Már egekre nem törtek nagy vonalak, csak áldozati illattöveget. Körül vasács, és belül puszta gyep, de a gyep közt gyöngyvirág levelek. A levelek közt egy-egy karcsú szár, hogy mennyi nőtt, én nem számláltam meg. Csak hittel hiszem, éppen 13. És 13 gyöngy, minden karcsú szárom. Hát ez maradt. Túlszobron és időn, ércánc, márványon, merev méltóságon, új viharon, új vértanú halálon. 13 gyöngy, 13 száron. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törvenem, él nemzete hazám. A nemzet az egész világ előtt bebizonyította, hogy szabadságot egy nép, ha kell, súlyos áldozatok árán is, de kivívhatja. Katonák sokban különböztek. Néhányan forradalmárnak vallották magukat, mások csak esküjükhöz kívántak hűek maradni. Magyarokon kívül volt közöttük német, osztrák, lengyel, horvát, szerb, kisnemes polgár és főnemes, dúsgazdag és vagyontalan. Voltak közöttük barátok és ellenfelek, de egyben azonosak voltak. Hősiesen harcoltak a magyar szabadságért, nemzeti függetlenségünkért, s életüket áldozták. Hagyományőrző honvéd csapat. Egy nagy céllel gyűltetek össze, amikor megalakítottátok a Nagy Sándor Józsefről nevezett hagyományőrző honvéd zászlóaljat. Nekünk Budakeszinek is jutott egy darab a nemzet nagy közös történetéből. Ha a szabadságharcra gondolunk, van mire emlékeznünk. Ilyen Nagy Sándor József tábornok története, aki Budavár visszafoglalásakor innen irányította hadtesteműveleteit. Ilyen a Budakesziről bevonult honvédek históriája, akik maguk is ott harcoltak a magyar seregben. Hagyományőrző honvéd csapat. 1848-ban új nemzet született,
Nem csak azért, mert az országgyűlés egy hatalmas tömegtüntetéstől támogatva kikényszerítette a nemzetjogainak elismerését a császári kormányzattól, hanem még ennél is fontosabb volt, hogy a magyarság hajlandó volt összeadni erejét, és vállalta az önvédelmi harcot. Magyar katonákra, honvédekre volt szükség. Olyan bátor emberekre, akik értették a mesterségüket, átlátták a hadjáratok és a csataterek logikáját, tudták, hogy mit kell tenniük, és azt meg is tették. Az 1849. október 6-án kivégzett hősöknek nagy része volt abban, hogy a nemzet felállíthatta történelme első honvédseregét, és az utolsó pillanatig alkalmas eszközként szolgálhatta közös szabadságunk ügyét. Nagy részük volt abban, hogy ezt a rohantempóban megszerveződő haderőt a világ legjobb hadseregének, a császári hadseregnek is méltó ellenfele tudott lenni, és csak az orosz invázió túlereje kényszerítette fegyverletét erre. Honvédők, polgártársaim! Ezen hadilobogó, melyet rövid ünnepéllyel felavatunk, a hazának látható jelképe. A haza veszedelmének hírére gyűltetek, bajtársaim, ezen lobogó alá. Nem erőszak, nem mindennapi érdek vezérelte titeket, hanem a polgári kötelességnek legtisztább érzete. Szép hivatástoknak magas öntudata. Ebben látom én szent ügyünknek biztosítékát és győzelmét. Tisztelt hölgyeim és uraim! Az elhangzott szavakat Cserei Ignác zászlóalj parancsnok mondotta 1848-ban a budai II. Honvéd zászlóalj hadilobogójának felszentelésén. A tavaly alakult Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület Budavár visszafoglalásának dicső emlékét őrzi, és a szabadságharc kiemelten a budai II. Honvéd zászlóalj hagyományát ápolja. Budakeszi Város Önkormányzata az Egyesület javaslatára tavasszal úgy döntött, hogy korhű honvédzászlót készített a szabadságharc évfordulóinak méltó megünneplésére. Ennek felszentelésére kerül rövidesen sor, engedjék meg, hogy előtte pár mondatban felidézzem az 1848-as zászlószentelést. Pest és Buda, valamint a környező helyiségek lakossága példásan kivette részét a szabadságharc első honvédzászlóaljainak kiállításából. Az 1848 őszéig a Pákozdi csatáig felállított honvédzászlóaljak negyedét Pest és Buda adta. A II. Honvéd zászlóalj toborzási központja Buda volt, így környékünk lakossága is ide jelentkezett honvédnek. Az idegen császári tisztikar ellenállása miatt nagy nehézségek árán felszerelt önkéntes zászlóaljak 1848. június 24-én a mai Erzsébet téren gyűltek össze, hogy zászlószentelés és eskütétel után a déli határ védelmére induljanak honvédeink.
Batthyány Lajos miniszterelnök és Mészáros Lázár hadügyminiszter megszemlélték a felfegyverzett zászlóaljakat, ezután a felsorakozott honvédek és nemzetőrök előtt nyitott kocsiban végigvitték a két zászlóalj hadilobogóit. A nehéz fehér selyem zászlók egyik oldalát az ország címere, a másikat a hagyományos Madonna kép díszítette. Széleiket a szokásos pirossal és zölddel hímzett lángnyelvek szegélyezték. A második zászlóalj lobogóján az Él Magyar, Áll Buda még felirat volt olvasható. A zászlószentelés után Cserei Ignác őrnagy, a második zászlóalj parancsnoka buzdító szavakkal fordult a legénységhez és kifejtette reményét, hogy a zászlót a féktelenség soha be nem fogja szennyezni. Megőrzi attól a hazafiúi kegyelet és a zászlóanya iránti tisztelet. Most esküdjünk fel, tehát megszentelt lobogónk alá, fejezte be beszédét Cserei őrnagy, és egy szívvel kiáltsuk, éljen a király, éljen a nádor, éljen az alkotmány, éljen a magyar kormány. A jelenlévő sok ezer néző szívét különösen megdobogtatta az eskü szövegének egyik mondata, a magyar alkotmányt tisztelni és oltalmazni fogjuk. Ilyen eskü nem hangzott még el korábban magyar katona ajkáról. Ezután a zászlóajparancsnokok átnyújtották a lobogókat a zászlótartóknak, akik a következő fogadalommal vették azt át: tisztelettel fogadom, hogy a lobogót, míg ereimben vérkering, becsülettel megőrzendem. Így indult ismeretlen történelmi rendeltetése felé a főváros büszkesége, az első és második honvéd zászlóalj, amelyhez fogható lelkes, fiatal és szép sereg, a korabeli sajtó szavai szerint nem volt az akkori Európában. Az alakulatok élén büszkén lengett, Rákóczi óta első ízben a magyar lobogó. Reményeim szerint önöknek nem kell véres csatákban helytállniuk, de lehet, hogy azon a terepen, ahol önök dolgoznak és foglalatoskodnak, nehezebb munka vár önökre. Adjon ehhez kitartást, hitet, lobogást ez a zászló, hogy szilárd akarattal, hittel őrizzék nemzeti emlékeinket, hagyományunkat. Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Ünneplő gyülekezet! Kedves hagyományőrzők, az informatika korában jelek és jelzések, adatok és mondatok olyan tömkelege vesz körül, vagy inkább áraszt el minket, hogy nagyon nehéz a fontos kiválasztása, annak meghatározása, mi a lényeg, s mi felejthető, vagy egyenesen felejtendő. A történelem során azonban nem volt mindig így, sőt némely jelnek, jelképnek identitás meghatározó szerepe, mozgósító ereje elvitathatatlan volt, néhány esetben még ma is. A hangjelek szóval, zenével, zajjal adottak mellett az optikaiak a fontosak, ezek közül a címerek és a zászlók hatása régóta ismert. Az irodalom egyik legrégebbi példája a Zsoltárok könyvében olvasható, akkor örvendezünk győzelmednek és zászlót emelünk Istenünk nevében. Ezért a zászló emelésért vagyunk most itt. Bár a magyar hadtörténet utolsó bő fél évezrede győztes csatákat, ugyanakkor vesztes szabadságharcokat és háborúkat jelent, nem biztos, hogy ezek nélkül létezne ma ez a nép államalkotóként. A múltra emlékezés sem csak szabadidős feladat, tevékenység, hanem rendelt feladat is. A kivonulás könyvében olvassuk, beszéld majd el fiaidnak és unokáidnak, hogyan bántam Egyiptomnak és jeleiket, melyet közöttük tettem. Tudjátok meg ebből, hogy én vagyok az Úr. Ennek az emlék továbbadásnak a jelképe ez a zászló. Nem egy lobogó, ami gond nélkül cserélhető, hanem egy egységet, közösséget jelképező zászló, ami nem csak a múltról informálja a rátekintőt, hanem a jelenben is utat mutat. Egyrészt eredeti rendeltetésének megfelelően egy tájékozódási gyülekezési pontot jelent, másrészt is erre talán keveset gondolunk, a rúd és a földfelszín által bezárt szög is komoly jelentést
mutat, ha merőleges az égre utal a teremtőre, s jelzi, hogy nagyjából rendben vagyunk. Ez a 45 fok a tisztelet kifejezése, a vízszintes, a megadás vagy a gyászképlete. Reméljük, hogy ebben az utóbbi pozícióban nem látjuk a budakeszi Nagy Sándor József Honvéd csapat zászlaját. Kedves hagyományőrzők, a múlt és jelen mellett fontos az eljövendő is. A múlt ismerete, ebből fakadóan tanulságainak ismertetése és a jelen felelősen megért erkölcsi értékei nélkül nincs reális esély értelmes emberhez méltó jövőről szólni. Ez a szép, de egyáltalán nem könnyű elkötelezedéshez kérjük most Isten áldását. A mindenható Isten, az Atya, Fiú és Szentlélek áldás legyen ezen a zászlón, mindenkin, akit ez a zászló reprezentál, hagyományőrzőkön, városunkon és annak minden polgárán. Amen. Tüzelj! Társaság. De igazából ami emlékünk van ezekről ebből a korszakból, az többnyire a visszaemlékezések és a családi hagyományok. Egy-két dokumentum van olyan, ami családi feljegyzésekben maradt meg, és például a Holt családnak maradt egy olyan dokumentuma, amikor is ők a Kossuth Lajos számára teljesített szállítási kötelezettséget írták föl szépen napról napra, hogy melyik nap mit szállítottak az akkori magyar kormány számára. 1849 tavaszán szintén ez a feljegyzés. És ezek mind-mind olyan apró dokumentumok, amik itt a helybéli eseményeket
megérthetővé teszik számunkra, de amit tényleg fontos kihangsúlyozni, hogy azért itt a település többsége megpróbálta végezni a mindennapokban a munkáját, és igazából nagyon-nagyon kevés emlék maradt ebből a korszakból. Persze még a Pest megyei levéltárból előkerülhetnek olyan adalékok, dokumentumok, amik esetleg új adatokkal szolgálnak. Majdnem, hogy biztos, hogy nem csak 4 honvéd volt Budakeszéről a honvédseregben, hanem a korábbi időkben, tehát 1848 végéről, 49 elejéről is kellett, hogy legyenek. Ez is a hagyományok arra utalnak bizonyos családoknál, hogy az ő őseik részt vették a szabadságharcban, viszont írásos nyoma ezeknek a személyeknek nincs. Amit mi ismerjük, azt a 4 nevet, az a Hajnau féle iratok, és ott már ugye akkor lettek összegyűjtve ezek az adatok, amikor már a leszámolás, a megtorlás időszaka kezdődött, és akit tudtak, azokat felmértek, hogy név szerint, és ebből a korszakból maradt meg számunkra ez a 4 név. A korábbi időszakokból egyelőre olyan sorozási lista, amin budakeszi illetőségű személy szerepelne, nem maradt fent. Ennyit a helyi vonatkozásokról, és igazából az emberek emlékezetében élt ez nagyon erősen. Nagyon jó példa erre, hogy Jókainak van egy kis elbeszélése, a rosszul osztozott testvérek, ami hát gyakorlatilag budakeszi Makos Márián játszódik, és annak a főhőse, szintén egy Hol nevezetű ember, aki a főszereplő, egy kitalált személy igazából, de az ő esetében jegyzi fel azt Jókai ebben az elbeszélésben, hogy egy ízben, amikor Budavár, tehát akkor még a Windisgrécék uralták Budát, és egy ízben valamiért ez az illető Windisgréc színe elé került, és hát gyakorlatilag vállalta azt, hogy a honvédek mellett, a szabadságharc mellett áll, és ezért ő kapott akkor némi kis börtönbüntetést. Ez egy Jókai elbeszélésben maradt meg, aminek egyébként a forrása az egy 1878-ban megjelent írás, az Esztergom és Vidéke című labban, ahol szintén ezt az eseménysort egy budakeszi történetként fogják megírni. Jókairól pedig tudjuk, hogy ő előszeretettel használta az írásainál a korabeli újságokat, hírlapokat, rengeteget olvasott, ami olyan jellegű volt, hogy gondolt, hogy ezt a későbben felhasználhatja, azt félretette magának, és hát ez is így kerülhetett vele ebbe a kis elbeszélésébe, ez a kis történet. De ugye ez is az események után már egy jó 30 évvel született még ez az újságcikk is, hogy ennek mennyi a valóságtartalma, mennyi a már 1867-es kiegyezés utáni történelemszemléletváltozásnak a hatása, ezt nem fogjuk tudni megállapítani. Egy biztos, hogy valami hagyomány itt azért helyben volt. Más nem az, hogy ennek a háznak az emlékét megőrizték a helybéliek.